Magyarország jó szövetséges. Azt kell megmutatni mindenkinek, hogy mindig is jó szövetséges volt, és mindig is az lesz. Jelentette ki a köztársasági elnök hétfőn a külgazdasági és külügyminisztériumban tartott misszióvezetői értekezleten. Novák Atali Magyarország nagyköveteinek tartott előadásában hangsúlyozta, Magyarország olyan szövetséges, amelyre lehet számítani, hogyha élesre fordul a helyzet, és amely soha nem szegi meg az adott szavát. Olyan szövetséges, amely határozott, szavatartó, karakán, kimondja azt, amit gondol, de legalább lehet számítani arra, hogy amit mondott, azt fogja cselekedni, és azt mondja, amit gondol, tette hozzá. Az államfő megjegyezte, Magyarország mindenkor a magyar érdekből indul ki, és szemmagasságból tárgyal szövetségeseivel, illetve a szövetségi rendszereken túlmutató felekkel is. A köztársasági elnök megkerülhetetlennek nevezte a Nyugat-Balkán helyzetét, ahol a célul kitűzött Európai Uniós csatlakozásban Magyarország a híd szerepét tölti be. Novák Katalin hangsúlyozta, a térség országainak nem kell bebizonyítaniuk, hogy európaiak. A Nyugat-Balkán országai nyilvánvalóan európai országok, a Nyugat-Balkán kultúrája nyilvánvalóan európai kultúra, fogalmazott. A kormány a felsőoktatást nem költségvetési tételnek tekinti, hanem stratégiai befektetésnek, ugyanazon a polcon van, mint a családpolitika, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter az országos felsőoktatási tanévnyitón hétfőn, a Gödöllői Királyi Kastélyban. Partnernek kell lenniük a hallgatóknak, az egyetemeinknek és a kormányzatnak ahhoz, hogy kiaknázzuk a potenciált, amely ebben a csodálatos országban lakozik, mondta Csák János a rendezvényen, amely egyúttal a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szenátusának tanévnyitó ünnepi ülése volt. Hozzáfűzte, az állam az elmúlt években rengeteget tett azért, hogy olyan körülményeket hozzon létre, ahol a hallgatók versenyképes tudásra tehetnek szert. 2,5-szeresére emeltük az alapítványi egyetemek költségvetését, óriási infrastruktúrákat fejlesztettünk, amelyekkel már az alapítványok sáfárkodhatnak, emelte ki Csák János. Azzal folytatta, hogy idén 33%-kal több diákot vettek fel a felsőoktatásba, mint az előző évben, és a hallgatók több mint 40%-a olyan szakterületre jelentkezett, amelynek közvetlen és azonnali hatása van a reálgazdaságra, a GDP-re, a magyar jólétre. A hallgatók 80%-a állami ösztöndíjjal tanul, mert az állam befektetésként tekint rájuk, fogalmazott a miniszter. A kormányzat kész anyagi hozzájárulást, segítséget adni a családoknak tanévkezdéskor is, hangoztatta a gondoskodás politikáért felelős államtitkár hétfőn Jász Kiséren, ahol a rászoruló személyeket támogató operatív program keretében tanszercsomagokat osztottak ki. Fülöp Attila elmondta, ez már az 5. év, hogy működik a köznevelési és a szociális terület összefogásával az a program, amelynek célja, hogy az iskolakezdést már ne csak a tankönyvek és az étkeztetés, hanem a tanszercsomagok támogatásával is könnyebbé tegyék, az erre valamilyen szempontból rászoruló családoknak. Az elmúlt 4 évben 348 000 ingyenes tanszercsomagot osztottak ki, csak nem 3 milliárd forintot fordított erre a magyar kormány a Széchenyi 20-20 programban, közölte az államtitkár. Az idén 2600 intézményben, amelyből 2100 állami, mintegy 90 000 tanulónak adták át ingyenes tanszercsomagot, így segítettek a családoknak. A tanszercsomagot az 1-től 8. osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű tanulók kapták, mondta el Fülöp Attila. Hangsúlyozta, ma már 3 fontos támpont van, ami segíti a tanévkezdést. Kifejtette, a tankönyvek ingyenessé váltak az elmúlt időszakban. Az idei költségvetésben 13,5 milliárd forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki ingyen megkapja a tankönyvét. A másik fontos terület a gyermekétkeztetés támogatása, amely különböző kritériumok szerint érhető el. Erre idén 101,5 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben. A harmadik támogatása az ingyenes tanszercsomag, amit idén 90 000 gyermek kap meg. Hétfőn elindult a megemelt összegű bruttó 100 000 forint értékű oktatási, nevelési és hallgatói támogatás utalása, amelyre azok a külhoni magyar gyerekek és fiatalok jogosultak, akik tanulmányaikat a szomszédos országokban magyar nyelven végzik, közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság az MTI-vel.
A támogatás célja a magyar iskolaválasztás ösztönzése és a magyar nyelvű oktatás megerősítése a külhoni területeken. Az államtitkárság közleményében felidézte, hogy a Szülőföldön Magyarul program bevezetéséről még az első Orbán kormány idején született döntés. A státusztörvény alapján a 2002-3-as tanévtől biztosítják a nevelési, oktatási, valamint a tankönyv és taneszköz támogatást, illetve a felsőoktatásban a hallgatói juttatást azoknak a külhoni magyar gyerekeknek és fiataloknak, akik tanulmányaikat szülőföldjükön, a szomszédos országokban magyar nyelven végzik. A program célja, hogy ösztönözzék a külhoni szülőket, gyermekeiket magyar oktatási intézménybe írassák, hisz azok a gyermekek, akik magyar óvodába, iskolába járnak, sokkal nagyobb eséllyel tartják meg a magyar identitásukat. Kiemelték, a Szülőföldön Magyarul program a Nemzetpolitikai Államtitkárság egyik legfontosabb programja, amelynek keretében évente mintegy 220 ezer külhoni magyar gyermek és fiatal részesül oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatásban. A juttatás összege a korábbi évi bruttó 22.400 forintról évi bruttó 100 ezer forintra emelkedett valamennyi korcsoport számára. Az idei évben is 300 millió forint könyvtári érdekeltség növelő támogatást biztosít a kormány a települési könyvtárak gyűjteményeinek fejlesztésére. Az immár több mint két évtizede működő program a könyvtárak számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot jelenti, hangsúlyozta az MT-hez hétfőn eljuttatott közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a támogatást a helyi olvasási lehetőségek bővítésére, így a nyilvános könyvtárak gyűjteményeinek fejlesztésére, új könyvek és könyvtári dokumentumok beszerzésére, legfeljebb 30%-ban pedig könyvtári infrastruktúra fejlesztésére, azaz informatikai és műszaki eszközök berendezési tárgyak megújítására lehet fordítani. A települések olyan arányban kaptak támogatást, amennyit könyvek és egyéb dokumentumok beszerzésére fordítottak az elmúlt évben. A támogatásból idén a Kulturális és Innovációs Miniszter döntése alapján 270 önkormányzat részesült. A teljes döntési lista a kormány.hu honlapon érhető el. A kormány külpolitikája továbbra is magyar és továbbra is szuverén lesz. Ebből hazánk semmilyen nemzetközi nyomás ellenére nem fog engedni. Egyedül a nemzeti érdek jelentheti az igazodási pontot, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető az idei éves nagyköveti értekezlet megnyitásakor arról számolt be, hogy Európa valaha volt legsúlyosabb gazdasági és biztonsági kihívásokkal szembesül egyszerre, és a kormánynak elsődleges kötelessége Magyarország biztonságának és fejlődésének garantálása. Ehhez olyan lépéseket kell megtennünk az elkövetkezendő időszakban, amelyek egészen biztosan ellentétesek lesznek a nemzetközi liberális mainstream elvárásaival. Ezért a következő időszakban is arra kell majd készülnünk a kollégákkal együtt, hogy a munkájukat nagy nemzetközi nyomás közepette kell elvégezniük. Szerencse, hogy már hozzászokhattunk ehhez, fogalmazott. Mivel a kollégák döntő többsége már tapasztalt, ezért most itt azt a mondatot szerencsére nem kell elmondanom, hogy aki úgy gondolja magáról, hogy nem fogja bírni a nyomást, az inkább most szóljon. A magyar külpolitika továbbra is magyar lesz, és továbbra is szuverén lesz. Ebből semmilyen módon nem engedünk, kizárólag a nemzeti érdek jelenti az igazodási pontot, tette hozzá. A Fidesz frakció vezetője arra kéri Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy a brüsszeli döntést felülírva a már megvalósult családi napelem beruházásoknál ne vonjanak el szerzett jogokat, és a kormány döntsön az éves szaldó elszámolás visszaállításáról, legalább azoknak a családoknál, amelyek ez a korábbi szerződéseik alapján is megilletett. Kocsis Máté keddi Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a Fidesz a magyar családok érdekeinek védelmére kapott felhatalmazást tavaly a választóktól, és ebbe beletartozik a rezsivédelem is. A politikus úgy fogalmazott, a háború és a szankciók miatt kialakult energiaválság több mint egy éve kilőtte és rángatja az energiaárakat. Ilyen körülmények között nincs helye annak, hogy az unió elvárásai nyomán rosszabb elszámolási feltételeket kapjanak azok a családok, amelyek az elmúlt években napelem felszerelésével igyekeztek csökkenteni a fogyasztásukat, írta.
Ők havonta átlagosan mintegy 20 ezer forintot takarítanak meg az áramköltségeiken, jegyezte meg. Nem fair velük szemben, hogy menet közben változnak a szabályok. Nem fair, hogy korábban szerzett jogaik sérülnek, hiszen a napelemek telepítésekor más megtérülési feltételekkel számoltak. A brüsszeli direktíva pedig ezeket utólag kívánja megváltoztatni, szögezte le bejegyzésében Kocsis Máté. Vizitúra útvonal létesül Vértesszőlős és Tata között. Ezzel kapcsolatban tartottak helyszíni bejárást az Általér mentén Mihű József polgármester vezetésével. A Tata és környéke turisztikai egyesület, Tataváros önkormányzata és az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai. Olvasható a város közösségi oldalán. Popovics György a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke idén évelején jelentette be, hogy a Top Plus program forrásaiból többek között turisztikai attrakciók létrehozására is nyertek pénzt a térség települései. Tata két projekttel érintett. Ezek közül az egyik a kenuszható vízitúra útvonal kialakítása az Általéren. A pályázati lehetőségnek köszönhetően Vértesszőlős és Tata között az Általér mintegy 5 km hosszú szakaszán egy kezdők számára is járható, teljesen biztonságos kenus túra útvonalat alakítanak ki, mely az öregtó tavasztól őszig tartó úgynevezett turisztikai szabadidős üzemvíz szintjének időszakában lesz használható. Sok család számára jelentős anyagi teher az iskolakezdés. Dr. Molnár Attila Komárom polgármestere augusztus 31-én új iskolakezdési támogatást jelentett be. Ahogyan eddig is, ezután is segíteni szeretnénk a komáromi diákok családjait, hozzátartozóit. E célra az idei büdzsében több millió forintos keretösszeget különített el az önkormányzat. Jó szívvel biztatok mindenkit, aki érintett, hogy keresse fel a szociális osztályt, ahol minden segítséget megadnak a jelentkezőknek, tájékoztatott a városvezető. A polgármester külön köszönetét fejezte ki a Máltai Szeretetszolgálat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé, akik tanszercsomagokkal és egyéb iskolai eszközökkel segítik a rászoruló családokat. Dr. Molnár Attilától megtudtuk, hogy további kedvezményeket is biztosít a város a gyermeket nevelő családoknak. Így ebben az évben is megvalósulhat az ingyenes úszásoktatás, a térítésmentes tömegközlekedés a komáromi diákok számára. Az önkormányzat átvállalja továbbá a bölcsődei és az óvodai étkeztetés költségeit, valamint kiegészíti az iskolai menzáért fizetendő összeget is. Az áprilisban megalakult komáromi kosárközösség azzal a céllal jött létre, hogy ellátási lánccal kösse össze a helyi vállalkozókat és termelőket. Ennek köszönhetően a termelők portékái a lehető legrövidebb úton juthatnak el a vásárlókhoz. Az első találkozást követően megalakult a Vidék Kosara Egyesület is, mely elsősorban a komáromi termelők munkáját hivatott segíteni. Gucsi Vég Ivett, a szervezet képviselője augusztus 27-én várta az érdeklődőket a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban, ahol dr. Gyulai Iván ökológus előadását hallgathatták meg a résztvevők. Ahhoz, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi termelés alakuljon ki, a termelőknek meg kell tanulniuk elsősorban azt, hogy miként kell jól termelni és jót termelni, hangsúlyozta a főszervező. Gucsi Vég Ivett hozzátette, szeretnénk megmutatni a termelőknek, hogy miként tudnak fenntartható kerteket kialakítani és művelni, amelynek köszönhetően magas minőségű termékek kerülhetnek az asztalokra. A társaság jövőbeni célja, hogy egy webáruházat hozzon létre, ahol a vásárlók megrendelhetik a termékeket, amiket aztán heti rendszerességgel átvehetnek a művelődési ház udvarán. A webáruház program mellett szakmai kirándulásokkal, fórumokkal és hasznos előadásokkal szeretnék bővíteni. Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem várható, mérsékelt szél mellett a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Pénteken folytatódik a napos kellemes idő, csapadék nem várható, mérsékelt lesz a szél, a minimum hőmérséklet 11-18, a maximum 25-30 fok között alakul. Szombaton a napsütést alig zavarják felhők, csapadék sem alakul ki, mérsékelt szél mellett reggel 12-19, délután 24-31 fokot mérhetünk. Vasárnap sok napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül, mérsékelt lesz a szél. A hajnali 13-20 fokról délutánra 24-31 fok közé melegszik a levegő.
A jövő hét elején sem romlik el az idő, folytatódik a napos, késő nyárias csapadékmentes időjárás, délutánonként 25-31 fok valószínű majd.